Idén is folytatódnak a vándortábor programok élményeket biztosító táborozásai, melyről január 13-án egy sajtótájékoztató keretében adtak bővebb információt az erdei, vízi és kerékpáros programokat kínáló szervezők. Egy olyan világban élünk, amikor nagyon nagy szükség van arra, hogy valódi kalandokat, valódi élményeket nyújtsunk a következő generációknak. Hihetetlen jó, sok jó számítógépes játék van. Ezeket a gyerekeink már a telefonjukon magukkal tudják vinni. És az a helyzet, hogyha azt szeretnénk, hogy a virtuális élmények világából visszavonjuk a gyermekeinket a valós élmények világába, akkor ügyesen trendi programokat kell szervezni nekik, amire azt érzik, hogy dicsőséggel, menni büszkeséggel tölti el őket. Nos, én azt hiszem, hogy a vándortáborok azok minden kétséget kizárólag ilyen programok. Semmi sem pótolhatja a személyes élményt az erdőben vagy a vizeken, ami biztosan meghatározó élményt fog jelenteni ezekben a táborokban résztvevő gyermekek számára. Minden útvonalon külön erdei iskolai programokkal várjuk a jelentkező csoportokat. Központilag megszervezzük az útvonalakat, központilag megszervezzük az étkezési lehetőségeket, és központilag megszervezzük a programokat is. Ez szerintem egy óriási lehetőség, a tanárnak össze kell gyűjteni azokat a gyerekeket, akikkel el fog menni vándortáborozni, és utána gyakorlatilag egy programcsomagot azt készen kap, semmivel nincs több feladata, mint egy állótábor szervezésével, sőt szerintünk még annál is kevesebb. Nagy öröm számunkra, hogy teltházzal zajlanak a túravezetői tanfolyam képzései. 400 pedagógus vett részt eddig ezeken a képzéseken, és szerezte meg azt a ismeret, tudás halmazt, ami ahhoz szükséges, hogy egy hétig jól érezze magát, és az általa vezetett csoport is jól érzi magát az erdőben. Kialakítottuk az állami erdőgazdaságok bevonulásával a 7 napos útvonalainkat. Minden túrázó a tábor első napján részletes útvonalfüzetet kap, ahol a napi programot ismerhetik meg a túrázók, illetőleg a legfontosabb érdekességeket és a legfontosabb üzeneteket ott találják meg. Táborhelyénket úgy alakítjuk ki, hogy minden táborhelyen szelektíven gyűjtjük a hulladékot. A résztvevők első nap egy kulacsot kapnak, amelybe a vízvételt egész héten megoldhatják, egy uzsonnás kis zsákot kapnak, ezzel is csökkentve a műanyag zacskók használatát, illetőleg egyéb üzenetekkel próbáljuk majd őket ösztönözni. Az útvonalakat, előre megtervezett útvonalakat úgy alakítottuk ki, hogy biztonságos kerékpárutakon, illetve kisforgalmú utakon menjenek a gyerekek. A megtett távolságokat is úgy alakítottuk ki naponta, hogy egy felső tagozatos és középiskolás gyerek számára is teljesíthető legyen, ez fontos, de ugyanakkor érezze is azt, hogy valamiféle teljesítményt nyújtott és túllépett a saját korlátain. Nem csak kerékpárt biztosítunk, hanem a kerékpározáshoz nagyon fontos kellékeket is, a bukósisakot, a láthatósági mellényt és egy kulacsot is, amit utána a gyerekek hazavihetnek emlékbe, hogy megmaradjon valami a táborból az emlékeken kívül is. Új kezdeményezéshez csatlakozhatunk mi is, ami azt gondolom, hogy korszakalkotó, és reményeink szerint nagyon-nagyon sokáig még ott lesz a programok sorában, hiszen semmi másról nem beszélünk, mint hogy szeretnénk, hogy a gyerekek élményt kapjanak. Én rendkívül fontosnak tartom, hogy nem csak vízitúrázni visszük el a gyerekeket, hanem igyekszünk az ottani kultúrát, a történeti értékeket, a természeti értékeket is bemutatni a gyerekeknek, és egy olyan sokoldalú élményt adni számukra, amely azt gondolom, hogy egy életre szóló elköteleződést jelent majd számukra. A földön, vízen, két keréken ugyan nehéz a választás, de mi mindenkit arra biztatunk, hogy mind a három dologban próbálja ki magát. Arra biztatjuk a pedagógusokat, hogy igenis férjen az bele, hogy mind a három tematikában legyenek jártasak a gyerekek, és utána vigyék majd el a szüleiket is. Nagyon reménykedünk abban, hogy az idei esztendőben legalább 10 000 gyereket el tudunk vinni vándortáborozni, és reménykedünk abban, hogy egy 1000-1500 tanár el fogja végezni a vándortábor továbbképzést, és abba is bízunk, hogy ez esetben nem csak nyáron, hanem az őszi, tavaszi, téli időszakban is el fogják vinni a természetbe kirándulni a gyerekeket. Meg kell szerettetni a következő generációval a természetet,
természetjárást, a táborozást, a vízitúrázást, kerékpározást. És azt hiszem, hogy erre ez a vándortáborozás ez kiváló lehetőséget nyújt.